Az éles szemű látogatók már felfedezik a Nyíregyházi Állatpark Maki erdejében a parányi majot Makit, habár meglehetősen egybeolvad anyjával. A 3 hetes kölyök 130 napi vemhesség után született, s jelenleg még anyja hasán csimpaszkodva tölti mindennapjait. Az országban csak itt látható tenyészcsapat igen eredményes, hiszen minden évben születik utód. Igazi összetartó családról van szó, jelenleg 9 tagot számál ez a különleges csapat, és féltve védik minden egyes mozdanatát az apróságnak, aki főleg még anyatejjel táplálkozik, de hamarosan elkezd majd fogyasztani zöldséget és gyümölcsféléket is. A hely, ahol látható, vagy igazán különleges Magyarországon, hiszen a vendégek bemehetnek a makik közé, és szinte testközelből csodálhatják meg nem csak a majott makikat, de a velük társbéletben élő sarkantyús teknősöket is. A sárga szakállas makik a barna makik családjába tartoznak, és ott külön alfajt képviselnek. Természetes élőhelyük Madagaszkártól mintegy 400 kilométerre Majott szigetén található. A szinte folyamatosan mozgásban lévő főemlősök idejük nagy részét a lombok között töltik, de alkalmanként lemerészkednek a földre is élelem után kutatni. Kínosan ügyelnek a tisztaságra, nem csak a kicsi, de egymás bundáját is rendszeresen ápolják. 4 alsó metsző és 2 szemfoguk úgynevezett fogfésűt alkot, valamint hátsó végtagjuk második ujján karmot viselnek, és azokkal távolítják el egymásról a meglazult szőrszálakat és az esetleges élősködőket. Élőhelyük elvesztése és a vadászat a sárga szakállas makikat is fenyegeti. A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a mérsékelten veszélyeztetett kategóriába sorolták a fajt.